Nyíregyházán az Aqua Esze színeiben 6 korosztályban közel 200 gyerek vízilabdázik. Az egyik magyar sikersportág vezetése igyekszik mindent megtenni azért, hogy a vízilabdát válaszú gyerekek megfelelő képzést kapjanak az edzőktől. Hétfőn a játékosként háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor a Vízben Fitten program keretében tartott továbbképzés nyíregyházi és debreceni trénerek számára. Ez a program elsősorban az edzők, utánpótlás edzőket célozza meg. Szeretnék olyan alap tudást átadni, ami valóban a legkisebbekről szól, hiszen azért sok előadás tart a Vízilabda Szövetség is, korábban én is, mint szövetségkapitány, de ez inkább a felnőtt képzésről szólt, és hát talán hiányosság még, hogy a gyerekek oktatásáról is többet beszéljünk. Ennek keretében született ez a mai előadás. Ezek ma kifejezett speciális téma a centerképzés, ami szerintem az alapja a mai vízilabdának, úgyhogy ma erről fogunk, de volt már a védekezésről előadás, illetve lesz majd a back védekezésről is egy külön előadásnapunk majd. Az UVSE szakmai igazgatójaként dolgozó Benedek Tibor szerint a válogatott sikerei még ma is sok gyereket vonzanak a medencébe. Meg kell említenem, hogy a tegnapi világkupa győzelem, ez mindenképpen megint egy lökést adhat az utánpótlás vízilabdának, hiszen a felnőtt válogatott sikere mindig a garancia arra, hogy megfelelő számú gyerek legyen, és lelkes gyerek, akik valóban azt álmodják, hogy bajnokok lesznek. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy dolog. A nyári utánpótlás versenyeken azért még szereztünk egy bronzérmet is. Úgyhogy van utánpótlásunk, sikeres utánpótlásunk, és hát remélhetőleg ez a jövőben is így lesz, hiszen a gyerekek mennyiség az elmúlt években nagyon megnőtt. Ehhez valóban szükség van képzett edzőkre, és hát az ilyen edzőképző napok, mint amiket most én is tartok, ezek mindenképpen ezt szolgálják, hogy azokban a régiókban, mint például itt Nyíregyházán, eljusson olyan szakember, aki tud új információkat adni a jegyzőknek. Az Aqua Esze utánpótlás csapatai számára később kezdődik a szezon, a felnőtt együttes azonban már a hétvégén vízbe száll. Az OB2-ben induló nyíregyháziak a szezonnyitó tornán Egerben a házigazdák és a Miskolc ellen játszanak majd.